Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 221-es számú énekének első verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt a Gazdagréti Szent Angyalok templomban és otthonaitokban. Akik bekapcsolódtok a szentmisébe és ima közösségben vagytok velünk. Minden csütörtöki napon itt a Szent Angyalok hajlékában média apostolainkért imádkozunk, és média apostolaink ima szándékára ajánljuk fel a szentmisét. Ezt fogjuk tenni a mai alkalommal is. És külön belefoglalom még mindazon ima szándékok sorába, amelyeket az imaláncban már meghallgathattak a kedves testvérek, amit nekem az apostolok fórumán is két testvérünk megemlített, egyikük nehéz vizsgálat előtt áll, kérjük ennek az jó kimenetelét, illetve a nehézségek elviseléséhez az erőt. Egy másik családi nehézségben is kérték az imánkat, egy emberi kapcsolatokban, rendezendő kérdésben. Ugyanakkor imádsággal emlékezünk elhunyt szülőkre, Mackó Mihály és Tóth Miklós Mária testvéreinkre, elhunyt Pászti Lászlóra és elhunyt családtagjaira. Imáinkba foglaljuk elhunyt Lajos édesapát is, akinek halála évfordulója van, de természetesen teljes körben minden imaszándékot most ide teszünk az Úr oltárára. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Krisztus könyörülj!
Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas ereje által. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a sátán támadásaival szemben. Nem emberi gyengeségeink ellen kell ugyanis küzdenünk, hanem a gonosz szellem túlvilági hatalmasságai és erői ellen, amelyek a sötétség hatalmába akarják hajtani a világot. Öltsétek tehát magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy a gonosz támadása idején ellenállhassatok, és minden tekintetben helytálljatok. Készüljetek fel, derekatok legyen az igazmondás, páncélotok az igaz lelkűség. Legyetek útra készek, hogy a békesség örömhírét bárhová elvigyétek. Mindig tartsátok kézben a hit pajzsát, amellyel kivéthetitek a gonosz lélek tüzes nyilait. Végül pedig vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Szüntelenül esedezzetek bensőséges könyörgéssel és imával a Szent Lélekben. Legyetek éberek és álhatatosak az összes testvérekért mondott imádságban. Értem is imádkozzatok, hogy megkapjam a beszéd ajándékát, és amikor megnyitom ajkamat, bátran hirdessem az evangélium titkát, amelynek a bilincsekben is hírnöke vagyok. Hadd hirdessem bátran, amint kötelességem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hallott. Legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben néhány farizeus jött Jézushoz, és figyelmeztették. Sietve távozzál innen, Heródes meg akar ölni. De ő ezt válaszolta. Menjetek, mondjátok meg annak a rókának, íme ördögöket űzök és gyógyítok ma és holnap, csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnap után tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek, nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok. Áldott, aki jön az Úr nevében. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt gazdag réten és otthonaitokban, kedves média apostolok!
az Úr Jézus elvárja, hogy népe, környezete felismerje az ő személyében a küldöttet, cselekedeteiben az idők jeleit, ördögöket űz, gyógyít, és ezekkel jelet ad a világ számára az ő messiási küldetéséről, a Szentvárost is meginti, ahol megölik a prófétákat, és megkövezik a küldötteket, és majd ez lesz az a Szentváros, amelynek falain kívül Jézus a legszentebb áldozatát, a megváltást beteljesíti. Ezek a messiási jelek valójában a gonosz elleni harcnak a jelei, olyan érzékelhető, külső, megtapasztalható valóságok, amelyekből az ember levonhatja a következtetést, hogy köztünk van a mennyek országa. Ehhez kapcsolódik Szent Pálnak egy szép képszerű, érzékletes bemutatása, felsorolása a jóért való küzdelemről és a rossz elleni harcról, a hitben való megerősödésről, mondhatnánk így, hogy a hit harcáról, amelyben a Krisztust követők odaállhatnak az ő oldalára az előbb említett gonosz elleni harcban, amelyben végső győzelmet, a végső győzelmet a megváltó vívta ki. Eszembe jutott az olvasmány, vagyis Szent Lecke hallgatása közben, eszembe jutott Dávid király esete, illetve a még fiatal és még a pásztor sorból a király szolgálatába álló Dávidnak az esete, aki népe nevében megvívta a csatát az óriással, Góliáttal, egyszerű, szerény fiú volt, csinos külsejű, de jelentéktelen, ha a külső emberi méreteit nézték. Vele szemben ott volt az óriás, Góliát, fegyverzetben, páncélban, és Dávid is kapott volna kölcsön Saultól ilyen harci eszközöket, vagy harci ruhát, páncélt, pajzsot, kardot, sisakot, de nem élt ezzel a lehetőséggel, mert egyszerűen nem bírt ebben mozogni, és nem szokta meg ezt a fajta harci öltözetet. És aztán az Úr iránti bizalommal indult a harcba, és leleményességgel, de az Úr erejében legyőzte a filiszteus Góliátot, és így kivívta a népének győzelmét. És itt van az apostol, aki ilyen harci öltözetről beszélt ma nekünk, felsorolta, hogy miképpen kell felkészülnünk a jóért való győzelemre és a rossz leküzdésére. Derék övetek az igazmondás, páncélotok az igaz lelkűség, a békesség örömhírét kell vinni a tanítványnak, a hit pajzsát tarthatjuk a kezünkben, amellyel kivéthetjük a gonosz lélek tüzes nyilait, és fölvehetjük az üdvösség sisakját, a lélek, a szent lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Az apostol felöltöztet bennünket arra a küzdelemre felkészítve, amit Jézus oldalán vívhatunk az üdvösségünkért. Az üdvösség ajándék Jézus adja nekünk, az ő győzelméből fakad, de nem ment fel minket az alól a harc alól, amit meg kell vívnunk a gonosszal szemben.
Ez a mai szép együttlétünk a kedves média apostolainkkal és jelenlévő testvéreimmel emlékeztet bennünket a nap mint nap előttünk álló harcra, de megerősít minket abban a tudatban, hogy mennyi kegyelmi ajándékot kapunk ezekben a harci eszközökben, hitünkben, az Isten igéjében, az elkötelezettségben, a hűségben, és mi ebben szeretnénk megerősödni, és a mai szentmise kegyelmében is. Így fordulunk az Úrhoz, hogy erősítsen meg ebben a harcban bennünket. Az apostolok megkapták ezeket az eszközöket, de minden tanítvány megkapja az idők végéig a gonosz elleni küzdelem győzelmes fegyverzetét, amelynek csúcsán ott áll az eukarisztia, az élet kenyere, ami erőforrásunk és mai táplálékunk is. Amen. Testvéreim, áldjuk és magasztaljuk Istent, aki testi és lelki adományaival elhalmoz minket, és kegyelmi fegyverzettel lát el bennünket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és a megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés minden rendelkezését, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy Isten és a felebarát szeretete irányítsa gondolatainkat, érzéseinket és cselekedeteinket, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy az irigységet és az önzést, a haragot és a gyűlölködést tartsa távol tőlünk, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigaszt, és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy média apostolaink szolgálatát elfogadja, és imádságaik tetszésére váljanak az Úrnak, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy elhunyt szülőket, Mihály és Mária testvérünket, elhunyt Lászlót és családtagokat, elhunyt Lajos édesapát, hozzátartozóinkat és jótevőinket fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat! Kérünk téged, hallgass meg minket! Jóságos mennyei atyánk, hittel valljuk, hogy örök szereteteddel te irányítod emberi sorsunkat. Add, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Folytatjuk a 221-es éneket.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentegyház javára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogad szívesen áldozati adományainkat, amelyeket fölségednek felajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságosan megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad, Krisztus, a mi Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az ég erői és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Ferenc és Gábor segédpüspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Mihály és Mária, László és Lajos szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval mondod,
és meggyógyul az lelkem. Most a 127-es éneket énekeljük. Kedves testvéreim, most a lelki áldozás imájával az otthonaikban velünk imádkozó testvéreinkkel vállalunk ima közösséget, és kérjük, hogy töltse be lelkük vágyát az Úr Jézus kegyelmi látogatása. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk.
Kérünk, Urunk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, jó nekünk együtt lenni az Úrral, ennek adunk hangot a 150-es ének első és második versszakával. Ima közösségben és asztal közösségben lehettünk vendégségben az Úrnál, aki az örök mennyei lakomára is hív minket. Ehhez azonban szükséges, hogy harcoljunk a jóért, és le tudjuk a rosszat, a bűnt, a gonoszt győzni életünkben. Ehhez kérem most a megerősítő áldást a kedves média apostoloknak, jelenlévő gazdagréti testvéreimnek, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőinek. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen! Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat! Istennek legyen hála! Ne feledjük, hogy ma és holnap folytatódik Mió Barada testvérünk lelki gyakorlata itt a Szent Angyalok templomban. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemeket, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozott helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörök életünk. Magyarok szent őrangyala, könyörök életünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörgetek életünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörgetek életünk.